Az Aliszka borászat területén járunk, jó magam Horváth Istvánnak hívnak, és 2017-ben gyakorlatilag azzal kezdődött a borászatnak a szekszárdi története. Maga a terület az a Decsi szőlőhegyen található, ez azt jelenti, hogy a Takler pincészet és a Fritz borház közti közel 2 hektáros területen gazdálkodunk. Itt megvásároltam először egy kisebb területet, majd szépen fokozatosan, ahogy szokták mondani a régi idősek, öregek is, hogy lassan építkezve haladtam, haladok előre. Amikor arról beszélünk, hogy szekszárd, akkor mindenkinek legalábbis Budapest környékén, illetőleg az ország különböző részén is elsősorban a vörösborok, ami legelőször eszébe jut. Elsőként, hogyha már vörösbort említünk, nekem a Cabernet Franc és a Cabernet Sauvignon az, amelyik közelebb áll hozzám, és az első bor gyakorlatilag, ami el is készült, az egy Cabernet Franc szőlőből készült bor. Itt azért tennék egy említést is arról, hogy miért az a nevünk, hogy Aliszka borászat. Ugye a szekszárdiak meg a környékek nagyon jól ismerik ezt a térséget, hogy akár Szekszárd, akár Öcsényt, Bátaszéket vagy Decset említjük, akkor ez egy térséget foglal magába. Azon belül is az ókori Rómában, hogy ezt a tájegységet nevezték el Aliszkának, úgynevezett táborhelynek, hiszen az ókori rómaiak már akkor itt állomásoztak. A monda úgy szól, hogy tovább, hogy már az ókori Rómában is ugye szőlészettel foglalkoztak, mert észrevették, hogy ez a terület maximálisan alkalmas szőlőtelepítésre, borkészítésre. A boraim nagyjából az ókori Rómát próbálják felölelni és bemutatni ezt a korszakot, úgyhogy a fajta borokat császárnévről nevezem el, így az első borom neve az Hadrianus császár nevét kapta, aki Pannonia helytartója is volt, és egy abszolút békeszerető, békepárti császár volt az ókori Rómában. A vörös borok mellett természetesen helyet kapnak a fehér borok is, illetőleg a rozé kategóriát is próbáltuk megcélozni, így a fehér borokba 2 olyan közkedvelt világfajtát próbálok tulajdonképpen terjeszteni, az egyik a Chardonnay szőlő, a másik pedig a Sauvignon Blanc. Mindkettő ugye francia eredetű szőlőfajta, és ezt a 2 szőlőből készült bort kívánjuk forgalmazni, meg jelenleg is ugye elérhető a honlapomon. Az egyik a Chardonnay, az taktusz névre hallgat, az ugye érintést jelent, a másik pedig a Sauvignon Blanc, az Gaudium névre hallgat, az örömöt jelent. Itt is utal mindegyik időszakban a korszakra, hogy öröm kóstolni, öröm inni, fogyasztani magát a Sauvignon Blanc-t is. Természetesen Szekszárd azért nem az őshazája a Sauvignon Blanc-nak, de itt jó magam is, illetőleg jó pár borásztársam próbáljuk ezt a szőlőfajtát itt kicsit közkedveltebbé tenni, és természetesen a borfesztiválon is ezeket kóstolhatják, ezeket a borokat. Egyik őshonos fajtája Szekszárdnak ugye a kékfrankos, ebből készítek rozébort is, az természetesen főleg így a nyár végén, ősz elején is, de főleg a nyári időszakban nagyon kellemes, frissítő, akár üdítőitolnak is használható bor. Szeretnénk bővülni. Alapvetően a fő célcsoport az, hogy egy kézműves családi pincészetet kívánok működtetni, ami annyit jelent, hogy a kézműves borászatnak a csinyát-binyát folytatjuk a jövőben, illetőleg jelenleg is így készítjük a borainkat. Ennek köszönhetően mindenképpen szeretnénk további szőlőfajtákból készült borokat is készíteni, tehát idei évtől lesz például szirából készült bor is, ami várhatóan jövő év őszén, tehát bő egy év múlva lesz majd olyan állapotban, hogy forgalomba hozható.